Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Földi Lászlót, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És még egy picit a NATO misszióval foglalkoznánk, bár a múlt heti hír a NATO misszióval kapcsolatos magyar megállapodás, de még azért visszatérnék ide, már csak azért is, mert azóta több kritika is, illetve vélemény jelent meg ezzel a megállapodással kapcsolatban, amit a múlt héten jelentettek be. Ugye Jens Stoltenberg járt itt, NATO főtitkár Magyarországon, Orbán Viktorral tárgyalt, és hát ami nyilvános volt ebből a tárgyalásból, abból az derült ki, hogy Magyarország nem fogja megvétózni azokat a döntéseket, amelyekben a NATO tagállamok egyetértenek, viszont kimarad ebből a NATO misszióból, ami most alakult, ami Ukrajnát segíti majd fegyverekkel, illetve egyéb támogatásokkal. Na most erre olyan vélemények érkeztek, egyrészt a baloldali portálok felvetették azt, hogy ez a NATO-ban való maradásunkat is akár veszélyezteti, hogy mi folyton ilyen különös utaspolitikát folytatunk, például NATO-val kapcsolatban, illetve hogy nem fogunk megkapni majd olyan információkat, amelyek fontosak lehetnének. A másik oldalon pedig inkább egyfajta olyan kommunikációt lehetett felfedezni, hogy mi most valami olyan dolgot tudtunk kiharcolni, amit senki más. És ugye ezt is felvetik többen, hogy egyébként ami sikerült kiharcolnunk, az egy jogunk is a NATO-ban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön hogyan értékeli ezt. Hát őszintén megmondva, ugye itt nem is az a kérdés, hogy a NATO nekünk milyen jogot biztosít. Szerintem a kérdés az, hogy a NATO mit csinál. Ugyanis a NATO jelen pillanatban semmi más nem csinál, mint egy fegyveres konfliktust eszkalál. Ezt be kell látni. Tehát amikor Magyarország azt mondja, szerintem helyesen, hogy ebben az eszkalációban operatív módon nem kíván részt venni, az az egyetlen normális mondat. Sajnálatos, hogy csak Magyarország mondja ezt, ugye a többi NATO országhoz képest. Mert a többi NATO ország egy része sumákolni akar majd, ez meggyőződésem, ilyen pestélyesen fogalmazva, ugye nem szól semmit, nem tiltakozik, nem akar új megoldásokat saját magának, de hogy megpróbálja lelazsálni a kötelezettségeket, hiszen gyakorlatilag az elmúlt időszakban sem arról volt szó, hogy minden NATO ország fegyvereket küldött volna, vagy katonákat ugye Ukrajnában, de ezt kimondva, hogy nem is akar küldeni, és ez a saját politikai értékrendje nem engedi meg, sőt a választói sem, ez csak Magyarország mondta ki, eddig is, meg most is. Ez az egyik része a dolognak. Tehát szerintem Magyarország nagyon helyesen nyilatkozott erről. Az más kérdés, hogy ugyanakkor, ha ezt stratégiailag nézzük, és nem operatív szempontból, akkor Magyarország nem maradt ki ebből a történetből, sajnos. Tehát magyarul a New York-i csúcson majd, ami következik, ugye a NATO csúcson, Magyarország nem fog opponálni. Ami azt jelenti, hogy Magyarország hozzájárul a további gyilkosságokhoz, sajnálatos módon. Ezt lehet nyilvánvalóan úgy értékelni, hogy úgy járul hozzá, hogy magyarországi embereket ilyen értelemben nem érint, de úgy nem tud hozzájárulni, hogy magyar embert nem érint, hiszen Kárpátalján magyar emberek élnek, akiket be fognak sorozni, eddig is megtették, még inkább, hiszen új fegyverek érkeznek, amihez új katona kell. Katonák elesnek a fronton, magyar katonák meghalnak a fronton. Tehát azért érdemes ezt így is nézni. Ugye a probléma, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a 22-es csapdája Budapest szempontjából. Hiszen mit tud mást tenni? Ahhoz képest, hogyha NATO tag marad. Egyre tud tenni, hogy nem marad NATO tag, hogyha stratégiában azt érzékeli, sok mással országgal együtt, hogy a NATO nem egy védelmi szervezet ma már, hanem egy offenzívát erőltető, tulajdonképpen a konfliktusokat gerjesztő szervezet, akkor is, hogyha tegyük föl, nem NATO zászló alatt mennek a katonák Ukrajnába, vagy Irakba, vagy bárhova. Tehát magyarul én úgy gondolom, hogy a NATO, sokszor beszéltünk önnel is erről, elvesztette az igazi létjogosultságát, elvesztette azt a szerepét, hogy Európát valóban meg tudja védeni. Azok a hangok baloldal vagy nem baloldal, aki olyan idézett, és azt mondják, hogy jó, de akkor a védelmi képességünk csökken, az információ áramlatból kimaradunk, és így tovább, és nekünk nincsenek ellenségeink. Tehát ki Magyarország ellensége konkrétan?
akikkel szemben nekünk védelmi politikát kellene folytatni, mondjuk látható formában. Oroszország nem ellensége Magyarországnak, Oroszország nem akarja támadni Magyarországot, és hadd ne soroljam. A történelminek vannak ellentéteink, akár a környező országokkal, és ez nem tagadható. De ezek nem ellenségfogalmak, a szónak ebben az értelmében, és például nem katonapolitikai értelemben, nem ellenségeink. Vitáink vannak, ugye kisebbségügyén, vitáink vannak egy csomó történelmi adottságból fakadóan, de nem nevezhető egyik ország sem potenciális támadó félnek Magyarország irányában, katonai értelemben mondom. Tehát magyarul, kicsit bőrére engedve a választ, elnézést, azt akarom mondani, hogy akkor már ugyan nem tehetett mást, de azért ne higgyük, hogy nem járulunk hozzá a további gyilkosságokhoz. Vagy hogy teljesen ki tudunk maradni mindabból, ami történne adott esetben egy ilyen eszkaláció nyomán? Abszolút. De akkor ebben egy kicsit azért menjünk bele mélyebben, mert gyakran szokták emlegetni a NATO-ban maradás melletti érvként azt, hogy Oroszországban volt egy olyan kijelentés, talán egy másfél évvel ezelőtt, tehát a háború kitörése után nem sokkal, hogy a 91-es NATO határokat kellene visszaállítani, ami ugye Magyarországot is magában foglalja már, és hogy ebből azt a következtetést vonják le, hogy Oroszországnak valamilyen módon a régi szovjet blokkkal kapcsolatban vannak igényei, nem területi igényei, nem, az nem azt jelenteni, hogy magába olvasztaná Magyarország, de hogy azért ő itt szívesen vezényelne, dirigálna. Ez szerintem olyan spekulációnak nincs alapja. Oroszország nagyon szívesen elfoglalná Európát úgy, ahogy van. Gazdasági kereskedelmi megállapodásokon keresztül, hogy kicsit profán legyek. Oroszország érdeke a nyugattal való együttműködés. Oroszország érdeke egy egységes európai vízió kiépítése. Szintén önnel beszélgettünk, ez földrajzilag azt jelenti, hogy Atlanti és Csendes óceán között létezik Európa, annak minden előnyével, minden egyébként problémájával is nyilván. Tehát ehhez viszont egyértelműen az kellene, hogy az Egyesült Államok menjen vissza a úgynevezett Amerika, az amerikaiaké című politikához, ugye Monroe elvhez, és hagyja békén Európában azokat a koncepcióit, ami egyértelműen arra vonatkozik, hogy az európai országok tegyék azt is abban az irányban, ami Amerikának jó. Mert jelen pillanatban, hogyha visszalapozunk az elmúlt 70 évre, de az elmúlt 30-ra egyértelműen, akkor Európában, ugye a volt szocialista országokra különösen igaz ez, amit mondok, egyértelműen egy külső nyomás alapján történhetnek a dolgok. Az, hogy bizonyos kormányok ezen finomítani akarnak, nem hajtanak vége mindent, akkor ők automatikusan ellenséggé válnak, ugye ilyen Magyarország például, vagy ilyen volt korábban Lengyelország, ma már nem, vagy ilyen volt Csehország, ma már nem, és ilyen most esetleg Szlovákia, korábban nem volt ilyen. Tehát itt az, hogy mit tehet egy európai ország, az ma egyértelműen attól függ, hogy mit tehet Washingtonon keresztül ez az európai ország. És ugye itt van a csapda másik fele. Oroszország törekvése arra, hogy kiterjessze úgynevezett érdekkörét, nem katonai értelemben, ez arról szól, hogy az ő potenciális gazdasági hátterére építve a nyugati technológia, hívjuk egyszerűen így, ez egy bonyolultabb fogalom természetesen, együttműködése alapján tud fejlődni. Tehát Oroszországnak nagyon nem jó ez a megosztott élethelyzet, félretés ne legyen. Tehát hiába jó most a GDP-je, hiába jobb egyébként az unió alapján, vagy akár a G7-ek GDP-je is, ez nem jelenti azt, hogy hosszú távon ez a fajta növekedés Oroszországban fönntartható. Egy-kettő, Oroszország sosem lesz ázsiai ország. Bármennyire is van egy elméleti lehetősége annak, hogy elfordul Európától egyszer és mindenkorra, Kínával összeáll, meg mit tudom én kivel, és akkor önfeledten éli az életét. Ez nem fog működni, ugyanis ebben a pillanatban az orosz nép le fogja váltani Putyint. Tehát a Putyin addig, hogy élvezi a társadalom bizalmát, amíg azt érzékelik rajta, hogy Oroszországot újra nagyjá akarja tenni, megjegyzem, Oroszország gazdasági erejét tekintve ezelőtt 3 évvel egy olasz gazdasághoz hasonlatos volt. Tehát egy hatalom középerő. Jelen pillanatban újra nagy hatalom lett. Hála annak az őrületnek, amit sok-sok ember életébe került, hozzáteszem, és amelyet az orosz-ukrán konfliktusnak hívunk. És amely, sokszor megbeszéltük, egy gerjesztett konfliktus volt, nem pedig egy tudatos, mondjuk elfoglalási hadművelet.
Amit mond egyébként, azt alátámasztja a Putyin beiktatási beszéde is, ahol egyébként elég békülékeny hangot ütött meg Európával kapcsolatban. Számomra meglepő volt, hogy miközben Európában hogyan beszélnek Oroszországról, ugye Putyin olyanokat mondott, hogy ő továbbra is nyitott, Oroszország továbbra is nyitott Európa felé, de egészen másképp kommunikál Európával, mint mondjuk a NATO-val, vagy pedig Amerikával szemben. Igen, ezt hívhatjuk reálpolitikának. Én ennél még kicsit másképp fogalmaznám. Azt mondanám, hogy Putyin pontosan tudja, hogy az 500 millió ember Európában mit nem akar. És ez a lényeg. Gyakorlatilag ketté vált a politikai elit érdekköre, tevékenysége, logikája, stratégiai akarata, és az itt élő népek logikája és akaratához képest. Ezt nézzük meg. Ugye a mostani választás is ezt mutatja, nem tudom, hogy erről lesz a szó közöttünk, de egyértelműen bizonyítja, hogy a politikai életet nem érdekli, hogy az emberek mit akarnak. Amennyiben ő a hatalmát meg tudja tartani formális oldalról nézve, hiszen ugye a politikai játékszabályok, ez egy demokratikus formulákból adódó lehetőségek a hatalmon lévők számára azért sokkal nagyobb, hogy mondjam, súllyal esnek latba, mint nekünk a időnként választani tudó, ugye a polgároknak a lehetősége. És ezzel élnek vissza Európában. És a Putyin erről beszél, és a Putyin tulajdonképpen ide üzen ilyen szempontból az itt ül embereknek, hogy nem én vagyok az ellenségetek. Tehát az, hogy mi meg akarunk titeket támadni, ez egy ostobaság. Oroszország ért is beszél ugyanakkor, hisz az embereknek is ezt kell magyaráznia, hogy nem lesz az a háború, amiben ti is elpusztultak, mert ugye szinte önnel sokszor megbeszéltük, tehát egy eszkalált háború mindenki halálát jelenti. Visszatérek még egy picit Magyarország NATO tagságához, már csak azért is, mert pont a múlt héten járt nálunk egy igen idős vendég, aki szintén felvetette azt, hogy szerintem Magyarország számára a NATO-ból való kilépés az egyetlen út, és ő azt is mondta, hogy kéne találni itt a környezetünkben szövetségeseket, hogy azért legyen egy-két jó barátunk, hogyha azért mégis van valaki, legyen kire támaszkodni. Most az elmúlt években sokszor az az érzés alakul ki, hogy Magyarország egyedül van. Ugye az Európai Unióval kapcsolatos harcunkban is így tűnik ez, mióta a lengyeleknél kormányváltás történt. Illetve most ez a NATO misszió ügye is, amikor ez így le van írva, hogy Magyarországon kívül mindenki részt vesz ebben, az is azt az érzetet kelti, hogy Magyarország valamiért egyedül van. És az emberek nyilván ez egy ilyen frusztráló érzés. Nem akarnak egyedül lenni, hanem azt akarják, és hogy legyenek szövetségeseink. Mit lehetne tenni, hogyha valóban megtörténne egy ilyen kilépés, amit egyébként most még nagyon-nagyon kevesen beszélnek erről, tehát egy nagyon marginális vélemény ez, úgy tűnik a magyar nyilvánosságban, akkor kellenek-e nekünk szövetségesek, és ha igen, akkor ki lehet az? A NATO-ból kilépni ebben a formában nem lehet. Ugye mondom, hogy miért nem. A NATO-t föl kell oszlatni. Az egy egészen más történeti kihívás és helyzet. Ugye a NATO feloszlatása nem azt jelentené, szerintem, hogy egyszerűen mindenkorra mindenki visszamenne a saját nemzetébe, mint hadsereg vagy védelmi eszköz, hanem polarizálódna a probléma. Tehát magyarul nem egy és utána sok kicsi, hanem az egy már nem, hanem több rész szövetségi rendszerre alakulna át. Ez lehet regionális, tehát lehet egyfajta földrajzi egységet képviselő, lehet ideológiai, picit közelebb álló rendszerek egymás mellett. Nincs napirenden, sajnálatos módon. És azért próbálják erőltetni is egyébként a konfliktusokat a NATO oldaláról nézve, vagy azok oldaláról, akik mögött állnak. Ugye ez lehet sorolni az amerikai hadipar, amelyeknek kétségtelenül ész nélkül kell valamiféle háborús helyzet, hogy maradjon. Maga az adminisztráció, NATO, és azok a politikai elit részek, amelyeket tulajdonképpen erre szólítanak föl. Most Magyarország kilépne adott esetben, ami a kérdése. Akkor itt másnap megjelennének a NATO csapatok. Ezt én borítékolom. Egyszerűen arra hivatkozva, és a nemzetközi közvéleményt tulajdonképpen meg tudnák győzni erről sajnos, hogy Magyarországon már annyira átfordult a demokrácia a diktatúra irányába, és annyira Putyin irányítja gyakorlatilag a magyar politikát, hogy meg kell védeni Magyarországot,
ettől a folyamattól, kvázi katonai erővel, mint Dél-Amerikában szokott volt korábban lenni, le kell pucsolni a magyar kormányt, és majd utána érkezik egy másik, aki demokratikus lesz, a nyugathoz hű, és itt más a NATO-hoz hű. Tehát én azt gondolom, hogy az a gondolat ma jelen pillanatban, hogy ki kellene lépni, ez egy nagyon fontos irány lenne. Magyarországot érdeke lenne. De ismétlen, biztonságpolitikai a képtelenség. Hiszen abban a pillanatban elveszítjük a védelmünket. Az a védelmünk, ami egyébként a támadottságunk is. Ez egy nagyon speciális magyar helyzet. Ugye nem szeretnek minket a NATO-ba, mert opponálunk. Mi nem opponálunk, könyörgöm, hanem azt kell megérteni a baloldalnak, vagy bárkinek is, hogy mi nemzeti érdeket képviselünk. Az nem opció, vagy opponálás, hogy nem akarunk magyar embereket a fronton látni, fölösleges halálnak kitéve. Az nem opció, hogy nem akarunk eszkalálni olyan fegyveres konfliktust, amit régen be kellett már fejezni, és így tovább. Ez nem opponálás, ez a normális gondolkodás. Az, hogy a többség, főleg a mainstream által vezényelt többség, ezt nem így látja, ennek az ellenkezőjét erőlteti, hát én azt gondolom, hogy ők opponálnak a normalitással szemben, hogy ilyen kicsit gúnyos legyek. De ismétlem, egy ilyen politikai lépés, a mai viszonyokat tekintve, a mai erőviszonyokat tekintve, a mai kihívásokat tekintve, az a Magyarországnak gyakorlatilag a függetlenség teljes elvesztését jelenteni, sajnálatos módon. Most jelenleg van egy kvázi függetlenségünk? Igen, az a függetlenségünk van, hogy NATO országot, NATO csapat nem támadhat meg. Ez egy nagyon fontos pozícionált helyzet, ugye? A másik vicces, de attól még ez van. A másik, hogy azon belül lámlám, ide jön a NATO főtitkár, ide tárgyalni akar a leendő NATO főtitkár, ugye a Rutte, ugye Orbán Viktor a napokban tárgyal, hogy akkor ugye nem fogtok opponálni, hogyha én leszek az új NATO főnök, vagy megválasztatok őt is engem. Tehát van egy alkupozíciónk, amiben ismétlen nem az erkölcsi szabadságunk marad meg, hisz a háborút aláírjuk, hanem annak a szabadsága marad meg, hogy Magyarország operatívan képes más irányokba menni, kvázi kimaradni mondjuk egy ilyen fegyveres harcból. Most ez egy nagyon költői és kérdés, hogy milyen demokratikus nemzetközi intézmény az, ahol egyébként lehet szavazni, de akiről tudjuk, hogy nem úgy akar szavazni, ahogy mi, oda személyesen megyünk el tárgyalni, hogy szavazd te is úgy, ahogy mi. Hát költői. Igen, költői kérdés. Jó, a svájci békekonferencia, és ezzel kapcsolatban is az lenne az első kérdésem, hogy mi a vélemény arról, hogy Magyarország is aláírta azt a zárónyilatkozatot, ami itt a másfél napos csúcs után elkészült, ami igazából arról szól, hogy Ukrajna területi integritása megmaradjon, ami ugye sokak szerint a békével nem összeegyezthető a jelen pillanatban, illetve ugye az Azovi-tengerről és a Zaporizsia atomerőműről fogalmaztak megtételeket, és több ország van, aki már tegnap este bejelentette, vagy tegnap délután folyamán, hogy aláírták, de visszavonják ezt az aláírást. Ugye nézzük az egész meetinget, hogy Svájcban. Gyakorlatilag béketárgyalásról beszélünk úgy, hogy a felek egyik oldal nincs ott. Milyen tárgyalás? Az egyik véleményem, és semmi másról nem szólt, mint Zelenszky produkálni akart egy erőteret maga mögött, ami arról szól, hogy lámlám, milyen sok ország támogatja őt továbbra is. Ugye egy kis idő múlva megjelennek New Yorkban, és arról fognak dönteni, hogy a nagy béke kezdeményezéstől függetlenül milyen új fegyvereket kap Ukrajna. Tehát ez egy vicc lenne, hogyha nem emberek halnának meg, mondom én. Ugye az emberről megint az, hogy ki mit tehet és ki mit nem tehet. Ugye nagyon néhány ország volt olyan, aki elment, például Magyarország is, mégpedig azért, mert Magyarország formálisan mindig is arról beszélt, hogy béke, 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 tárgyalás, tárgyalás, tárgyalás. Tehát magyarul, hogyha meghirdetnek bárhol egy tárgyalási pozíciót, nekünk ott kell lenni. Függet attól, hogy amit most az előbb mondtam, azt a magyar külügyminiszter is pontosan tudja, és nyilván nálam jobban is, hogy ennek semmi értelme, ez egy bohusz művelet ebből a szempontból, és kontraproduktívá fog válni minden értelemben. Ráadásul az oroszokat lenézzük, mint felett, miközben pillanatnyilag ők állnak győzelemre, akárhogy is nézem haditechnikai szempontból. Tehát ugye Magyarországnak az aláírási jogköre ebből a szempontból azt jelenti, hogy részt vettem. De azok a dekrétumok, amelyről ön is beszélt, és kvázi mint egy
hát végeredménye, ez ultimátum. Ez nem egy tárgyalásnak az alapját jelenti, hanem ultimátum. Ha betartod, tárgyalok veled. Most, ha megengedi, hadd mondjam el egyébként egy ilyen konfliktus béketárgyalási folyamatának a protokollját. Következőképpen történik. Ugye a felek elindulnak egy olyan irányban, saját maguk szempontjából, hogy ezt hosszú távon nem akarom már. Tehát elindulok egy szakértői tárgyalás. Nem a publikum előtt, hanem a háttérben. Ez nem médiahír, ezt nem fogják publikálni. Elindulnak a puhatolózó tárgyalások, mondjuk így. Eljut egy szakaszba, amikor van esély arra, hogy le lehet ülni az asztalnál. Még mindig messze vagyunk a megoldástól. Akkor megjelenik a nyilvánosság ebből a szempontból. A két fél jelzi, hogy van hajlandósága. Semmi köze a megállapodáshoz, hozzáteszem. Azért egy következő szakasz, amikor kiszivárogtatják azt, hogy kinek mi a végső pont, ahova vissza tud menni, tehát ebből a szempontból ugye az abszolút akarata, akkor ezen vita indul. Nyilván mind a két fél tárgyalja folyamatosan. És utána elindul egy olyan folyamat, amikor már hivatalossá teszik azt, hogy tulajdonképpen meg is állapodtak, de ezt nem jelentik be, hanem összehívnak egy nemzetközi konferenciát, ahol tulajdonképpen megerősítésképpen bejelentik. Hozzáteszem, hogy ez két fél között történik. Tehát nem Washington és Moszkva fog tárgyalni, nem Brüsszel és Moszkva, Berlin és Moszkva, tulajdonképpen Kijev vezetését, mint egy paravánt magerőt tolva, vagy a nyugati félről beszélek, hanem a két fél problémája. Ez két ország fegyveres konfliktusa. Lehet, hogy túlnőtt, lehet, hogy már egészen másról van szó, és az eredetileg is másról volt szó, de formálisan, tehát diplomácia technikailag, hogy még pontosabban fogalmazzak, ez két ország ügye. Két országnak kell az általam elmondott, nyilván kicsit sematikusan elmondott folyamatokat végigjátszani ahhoz, hogy Svájcban, Kínában, akárhol a világ bármelyik pontján úgymond össze lehessen hívni egy tanácskozást sok-sok ország részvételével, akik deklarálják, de mi csak megfigyelők. Tehát ők nem dönthetnek abban, hogy két ország hogyan köt békét, milyen megállapodást tesz, és egyáltalán mit készít elő. Tehát azért mondom, hogy ismétlen rossz szó talán, de nem tudok mást mondani, és cinikus akarok most lenni, egy bohószféfa. Csak a baj az, hogy emberek halnak meg közben. Ugye a nyár folyamán valószínűsítik, hogy Szaúd-Arábiában is lesz egy hasonló békekonferencia, oda úgy tűnik, hogy már Oroszországot is megkívánják hívni. Ezzel kapcsolatban van a reménysége, hogy itt akár születhet, ha nem is teljes kompromisszum, de valami elindulhat? Nem. Ismétlen, az általam elmondott protokoll az nem aranyszabály, hanem egy technikai kérdés. Tehát nem én találom ki, nem ez a lényege. De amíg ide nem jut el a tárgyalási fokozat a két fél között, addig teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján deklarálják tulajdonképpen az hajlandóságot. És az a baj, hogy nem fog ide eljutni soha. Amíg a jelenlegi kijevi kormány van hatalma, ez a probléma. Mondhatnám, hogy amíg az orosz kormány van hatalma, de az picit most nem lenne igaz azért teljes egészében. Oroszország akar valóban egy békét. Nyilván azért lesznek feltételei, hiszen a háborúban elérte ezt azt amazt. A legfontosabb feltétel Oroszországnak, és megint nagyon fontos ezt megérteni, főleg azoknak, akik sematikusan kezelik az egész kérdést, hogy Oroszország semmi másra nem törekszik jelen pillanatában, mint a Minszki szerződésben aláírtak betartatására. És a Minszki szerződésben ezek a területek, amelyet most ő elfoglalt katonailag, azok gyakorlatilag úgy voltak meghatározva, hogy egyfajta, egyszerűen fogalmazok, függetlenséget kapnak, semmiféleképpen nem lehetnek olyan célterületei, főleg a NATO-nak, amely biológiai laborokat, fegyveres telephelyeket és egyebeket jelent. És a legfontosabb tétel, hogy Ukrajna nem közeledhet a NATO-hoz, mert ez gyakorlatilag egy biztonságpolitikai kihívás Oroszország részéről. Ez az, amit nem tartanak be éveken keresztül ukrán oldalon. Ma már kiderült, hogy német, francia, angol és főleg amerikai sugallatra teszi ezt Kijev, nem jön szántából. Szóval azt mondják, hogy jó, rendben van, lehet, hogy elkapkodták, sok mindent lehet, mert a történelem ezt alaposan megvizsgálgatja. De azt mondták, hogy jó, akkor mi betartatjuk veletek, és elfoglaljuk ezt a területet, és onnantól kezdve az van, amit mi mondunk. Tehát tulajdonképpen padhelyzetbe kerültünk, de abból a szempontból nem, hogy ha itt most meg tudnának állapodni, ismétlen, semmi más nem történne. Az oroszokat rá lehetne venni arra szerintem, bár nyilván nem vagyok orosz szakértő sem, hogy valamiféle
ilyen autonómiát adjanak ezeknek a területeknek. Például jelen pillanatban Oroszország úgy kezeli az elfoglalt területet, hogy annak nyugati határa már orosz határ. Ami azért történetileg picit még vitatott, hiszen ezt senki nem fogadja és ismeri el. Tehát magyarul onnan kellene tárgyalni, hogy hogyan tudják garantálni Minszki megállapodást. És nem onnan kéne tárgyalni, hogy most ki mit fogadott el, kinek mi lenne jó, mi lenne rossz, és így tovább. Tehát ebben azért szerintem van potenciális lehetőség, mint megoldás. Még az eszkalációhoz visszatérve egy percre és a NATO misszióhoz, ugye azt is lehetett hallani, hogy a NATO misszióra most azért volt szükség, hogy központosítsák ezeket a fegyverszállításokat, ne legyenek benne akadozások, és nyilván ez nem hivatalos álláspont, Trump biztossá tegyék, mert ha Trumpot választják meg Amerikában az elnökké, akkor lehet, hogy ő más politikát folytatna Ukrajnával kapcsolatban. Így viszont, ha már a NATO kezében van ez a misszió, akkor ebbe már kevesebb a beleszólása, nincs annyi ráhatása a dolgokra. Hát ez elég érdekes érv, be kell mondjam. Ez teljesen illogikus. Hát az amerikai elnök mondhatja azt, hogy ennyi volt, NATO-ba kilépek. És akkor mit csinálnak? Tehát ezzel azt mondjuk el, hogy a NATO központ Brüsszelben retteg attól, hogy megszűnik a munkahelye. De hát könyörgöm. Most az a fontos, hogy az, hogy emberek ne halljonak meg, hogy az a fontos, hogy Európában béke legyen, hogy az a fontos, hogy Európa normálisan működjön. És hogyha ez az Egyesült Államok elnöke adja a hozzájárulását, akkor hip-hip hurrá. Az az igazi célunk. Tehát ez borzasztó ezt hallgatni, ne haragudjon, most nem ön szájából, hiszen ön csak tolmácsol, hanem azok részéről, akik által komoly emberek, akik állítólag felelősséggel tartoznak a világ emberi része felé, akik 500 millió embernek a sorsát kellene biztonságilag kezelni és irányítani, és akkor ők azon ügyeskednek, hogy kijátsszák meg az amerikai elnöknek a lehetőségét. Hát ez abszurd. Vissza fogunk még térni Amerikára és Trumpra is, de akkor még előtte hadd kérdezzem a Balkánról egy kicsit. Ugyanis a Szabad Európán jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, hogy a NATO volt parancsnok arra figyelmeztet, hogy Oroszország Szerbia segítségével terjeszkedne a Balkánon. Ugye Szerbia az az ország, aki már amit tudott és tőle telt, megtette ahhoz, hogy az Európai Unióhoz csatlakozhasson. Ez a csatlakozás máig nem történt meg. Olybá tűnt, hogy Ukrajnával kapcsolatban már előrébb jutottak sok tekintetben, mint Szerbiával kapcsolatban, aki komoly áldozatokat hozott egyébként azért, hogy ez megtörténhessen. És az európai, vagy a magyar eurós soros elnökség egyik fő témája is egyébként a nyugat-balkáni bekapcsolás integráció. És beszéltem szerbiai szakértővel is, aki azt mondta, hogy Szerbiában már olyan fokú a frusztráltság, hogy az is elképzelhető, hogy inkább másfelé fognak fordulni, más nemzetközi kapcsolatok felé, akár a BRICS felé is, mert ez is felmerült. Hogyan látja a Nyugat-Balkánnak a helyzetét, és hogyan látja ezt a nyugati álláspontot, vagy megmagyarázható-e egyáltalán az, hogy a nyugat miért így bánik például a Nyugat-Balkánnal? Ja, Szerbia az még egy adatot tegyünk hozzá, megengedi. Ugye a Szerbia már megszenvedte a NATO csapást a 90-es években. Hiszen Belgrádot félig leromboltak, még egy kicsit túlzás, de azért kapott rendesen bombázást. Tehát azért van egy olyan belátható történelmi korszak az elmúlt időszakhoz képest, ugye 30 év, amikor bizony pontosan tudatában annak, hogy a NATO mit tud tenni olyan országokkal, amelyek ellent mondanak az ő politikájának. És nem betűnt céloztam a magyarországi ilyen értelmi potenciális veszélyre. Ami a Balkánt illeti, nézze, itt nem az a kérdés, hogy Oroszország milyen befolyást akar, pláne katonai értelemben. Az a kérdés, hogy a egyéb kultúra, hívjuk iszlámnak, milyen szinten fogja elfoglalni a Balkánt. Szépen, szisztematikusan, lépésről lépésre, úgy, hogy mi ezzel nem foglalkozunk érdemben. Hiszen azt látjuk, hogy a Balkán elfoglalása gazdasági értelemben, pénzügyi értelemben, ideológiai értelemben intenzíven folyik. Ez nem vonatkozik Szerbiára. Tehát Szerbia ebből a szempontból tulajdonképpen hívhatjuk keresztény védő, Európa védő magatartást képvisel. Borzasztó rossz azt hallani, hogy pont egy ilyen határon, tehát a probléma határán élő, fizikailag ott lévő országot nem akarunk bevonni a védelembe. Ez gyakorlatilag azt jelenti számomra, hogy ezek a bizonyos Európát védő politikusok, NATO vezetők és egyebek, nem érdekli Európa védelme.
Egyértelműen. Nekem az érdekli, hogy háborúzkodnak Oroszország, vagy bárkivel, Kínával, vagy bárkivel. De nem látják, nem akarják látni. Ha nem akarják, akkor hazárulók, ha nem látják, akkor meg buták. Azt, hogy gyakorlatilag a Balkánon egy olyan fejlődés indult be, gazdasági értelemben és ideológiai értelemben, amelyet mindenféleképpen meg kell akadályoznunk. És nem azért, mert az iszlám kultúrát képviselő ember rossz ember, hanem mert onnantól kezdve az erjedés gyakorlatilag konfliktusok sorozatát fogja jelenteni. Hiszen onnantól kezdve kultúrák fognak összecsapni a Balkánon, eddig is megtörtént, hogy a Jugoszlávia szétesésével ezt már láttuk itt-ott amott, időnként föllángol, időnként háttérbe húzódik. Ennek a fokozása, vagy ennek a kulminálása még pontosabban, az nem lehet érdeke Európának. Ugye a bosnyákok tekintetében érdekes ez a kérdés, és hát ebben a régióban mondják is, hogy vannak ilyen táborok, vagy kiképző központok, amelyek az iszlám világhoz köthetőek, és hát külföldi kapcsolatokkal is rendelkeznek, tehát akár Irán, Szaúd-Arábia és egyéb muzulmán országok, amelyek ezen a kapun keresztül igazából nyilván Európa valamilyen szinten a célpont. Ugye nagyon sok technikát alkalmaznak, és megmondom szerintem, hogy szakmailag megemelem a kalapom. Itt Európa elfoglalásának a technikáját tekintve nem örülök neki nyilván, és én igyekszem sokan magammal remélem védekezni, de azt kell ismerjem, hogy sokféleképpen, hogy itt a pénz, fölvásárlások, részvények, gazdasági pozíciók, itt a migrációs hullám, tehát embereket küldenek ide, és azokat a gyenge országokat, amelyeket gyorsan meg tudnak szerezni, mondják ők, ilyenek a balkáni országok, ugye, és nem csak azt kell mondjam, hogy Bosznia az ilyen, hanem azért Albánia is billeg nagyon sok szempontból, meg sok más mondjuk terület még sajnálatos módon. Egyfelől azért, mert az itt élő emberek, például Horvátországból menekülnek az emberek Európa felé. Szlovénia sose volt egy nagyon erős történet a térképen. Ugye Bulgária mindig is egy ilyen kétséges volt, Görögország nagy bajban van szerintem főleg gazdaságilag, Szerbiát pedig el akarjuk tolni magunktól, és leginkább Oroszország felé van az útja, meg a BRICS felé, ahogy ön is mondta, teljesen egyértelmű, mert megjegyzem, a BRICS a jövő, a G7-ek már az a múlt, de ez megint egy legyen magánvélemény. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy megvan a veszélye annak, hogy a másik oldalon egy végiggondolt stratégiával állunk szemben, egy nagyon okosan hozzáteszem végiggondolt stratégia, most az iszlám térnyeréséről és egyáltalán a pozíció nyerése Európában formájára utalok, mi pedig látható módon nem védekezünk. Nem az a kérdés, hogy rosszul védekezünk, az a kérdés, hogy nem védekezünk. És ez egy nagyon nagy kérdőjel, hogy miért nem. Ugye, és az az érdekes, hogy egyébként az úgymond az iszlám világ, tehát így beszélünk erről, de hát azért többféle közel-keleti országot takar ez, és közöttük sincsen egyébként egység. Mégis van, amiben ezt a fajta egységet, egységesülést meg lehet látni. Ugye a politikában van a stratégia és van a taktika, hogy ilyen profánul fogalmazzak. A stratégiában egyet tudunk érteni. A taktikák különbözők lehetnek, ez folyik. Tehát az a stratégia, hogy Európa egy jó élettér lesz számunkra, hiszen olyan területről áramlik a tömeg nagy része, ahol belátható időn belül megszűnik az élet. Eddig se volt valami nagy csili-vili, de építettek sípályákat és egyébként burok alatt, ugye, a homok, 40 fokos homokra is. Na de hát ez azért egy hosszú távon nem működő dolog. Tehát egyszerűen nem fognak tudni ott megélni az emberek, Európa tulajdonképpen egy jó terep, és akkor ide jönnek. Ezt készítik elő, sem másról nincs szó. Na akkor egy picit az EP választásoknak a következményeiről is beszéljünk a tekintetben, hogy érdekes volt látni azt, hogy Magyarországon főleg nyilván a háború béke kérdésére volt kihegyezve az EP kampány, de Európa szerte nagyon sokat beszélnek Ukrajnáról és az ukrán kérdésről, és arról, hogy Oroszország milyen veszélyt jelent akár Európa számára, ugye számtalan ilyen nyilatkozatot fel tudnánk sorolni most. Viszont ezzel a kérdéssel, ami most itt a Balkán szempontjából terítékre került, nem nagyon volt szó. Tehát a migrációról már nem nagyon szeretnek beszélni, ha történik egy kísérés, egy terrortámadás, az is körülbelül egy soros hír, nagyon röviden hallunk róla, de nincs terítéken ez a kérdés, holott ez az a kérdés az, ami ma meghatározza az nyugat-európai emberek mindennapjait. Bocsásson meg, azért mosolygok, mert önnek, meg nekem, meg a hallgatóknak és a nézőknek. Mert itt van róla információ. Nyugaton nincs.
Nyugaton az az információ van, higgy el, hogyha a szomszédnak a kislányát megerőszakolták, akkor a környéken tudnak róla. De ez nem hír. Ez nem médiakampánynak a következő, médiakampányt követő, vagy pontosabban ezt követő médiakampány nem jelenik meg. A pártok nem tiltakoznak, a kormányokat nem teszik felelőssé, és így tovább. Tehát magyarul a migrációnak a földbe gyömözkölése a közvélemény szempontjából az folyamatosan tart. És hogyha valaki az igazságra előlép, letiltják a közösségi hálókról, sőt kivonul hozzá esetleg az illetékes hadsereg, és elvezetik, hadd ne soroljam. Tehát elképesztő viszonyok vannak nagy rész, amit nem is tudunk elképzelni, nem is kell, hogy elképzeljük, csak szomorú, hogy egyébként értelmes, intelligens, tanult, művelt társadalmak, mert azért Nyugat-Európa nem veszített el ezt a képességét, elképesztő információs bezártságban él. Most én nem is arról beszélek, hogy a mainstreamet kell mondaniuk, tehát a hivatalos propagandát. Azért azt mindenki tudja, hogy hát ezen már régen túl vagyunk. De nincs egy vitakultúra arról, hogy egyébként egy mit gondolunk, vagy mit gondolhatunk, vagy mit gondoljunk ezekről a kérdésekről. Ugye Magyarországon ezen már régen túl vagyunk, már olyan részletekben turkálunk, ami egyébként nagyon-nagyon így a fából vaskarika is lehet, de Nyugat-Európa nincs fölkészülve társadalmi szinten. És az uniós választáson ezért nem jött elő, csak bizonyos elemekben, előjött Franciaországban, de miért? Mert pokoli a helyzet. Előjött Belgiumban, miért? Mert pokoli a helyzet. Előjött tulajdonképpen Nagy-Britániában is, csak ott már azért kicsit más a dolog. És előjött Németországban, főleg annak ugye NDK-s, mondjuk így, keleti részén. De ezek még nem jelentenek stratégiaváltásra adott lehetőséget. Azért aktuális egyébként ez a kérdés, és lehet, hogy mi azért foglalkozunk vele ennyit, egyrészt, mert azért 2015-ben nekünk is volt egy rövid tapasztalatunk arról, hogy mit jelent egy ilyen átvonuló embertömeg az országon. Másrészt meg most jelen pillanatban Magyarország kapott egy büntetést, azért, mert hogy ezekkel a migrációs szabályok alól úgymond kihúzta magát, és egy tetemes büntetést, tehát amellett, hogy nem kapjuk meg azokat a pénzeket, amik járnának, kapunk egy büntetést is, és nyilván, hogy az ember felteszi egy idő után a kérdést, hogy mi értelme benne maradni ezekben a szövetségi rendszerekben úgy, hogyha ilyen méltánytalanságok érik az országot. Ezzel semmilyen értelme nincs benne maradni. Addig, amíg nem volt alternatíva, azt mondom, hogy hát mit tudunk más tenni. De ma már az is van, úgy hívják, hogy BRICS. Amelyik, ha csak kifejezetten gazdasági szempontból nézzük, akár egy fölfelé ívelő pályán van. És egyértelműen azt jelenti, hogy ma már gyakorlatilag a nem csak létszámában az országok, hiszen ugye olyanok vannak benne, mint Kína, India, Brazília és a többiek, és egyre többen lesznek, képesek szembe menni az eddigi fővonallal, hanem olyan szempontból is, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy ezek a fajta negatív üzenetek az adott tagországok irányába, ezek nem csak Magyarországon jelennek meg, hanem megjelennek más uniós országon belül is. Csak ismétlem, nem kapnak olyan publicitást, csak le tudják még dugni az emberek torkán, ilyen pestésen fogalmazva, ergo nincs olyan felháborodás következménye, mint ami nálunk tulajdonképpen az információ birtokában van, ez az egyik, a másik. Ezekben az országokban fittyet hánynak arra, hogy az unió mit hepciáskodik velük. Na de azért teszik meg, mert egy Franciaország abszolút nem veszi figyelembe, hogyha esetleg letorzió ér német olyat tesz. Ugyanez Németország és mindenki más, kivéve akkor, hogyha az ő politikai vezetése abban érdekelt, hogy adott esetben még egy francia érdekkel is szemben, igenis az uniós akaratot teljesítse. Ugye Magyarországnak a Magyarországgal szembeni koncepció egyértelműen az, hogy az Orbán kormányt le kéne venni a napirendről végre. Ugye az elmúlt néhány ciklusban ez nem sikerült, bár sokat próbáltak. Hogyan próbálkoznak most? Hát a pénz hiánnyal. Ugye Magyarország hitett a külföld irányába. Nem azért, mert hiteleink vannak, hanem azért a gazdaságunk össze van kötve a külföldi, ugye beruházókkal, befektetőkkel. Tehát itt nem nagyon tudunk ficánkolni, de nincs saját alternatívánk. Ugye most a keleti világból érkező, tehát a távol keletről érkező, próbál egyfajta egyensúlyt, vagy valamiféle hát alternatívát biztosítani. De ez sem lesz igazi erő ahhoz, hogy önálló lábrájunk nyilván. Ez egyik problémánk. A másik, hogy ebből következően a büdzsénk meglehetősen szegényes.
ugyanakkor fizetnünk kell a nyugdíjakat, ugyanakkor a szociális támogatásokat nem lehet bezárni, ugyanakkor az ország infrastruktúráját fönn kell tartani, hadd ne soroljam, hogy mindent kell a kevesebb pénzből is megvalósítani. Tehát az, hogy itt meg akarnak folytani minket, pontosabban meg akarják folytani az Orbán kormányt, és lehetetlen helyzetbe akarják hozni, ezzel az országot folytják meg. Azért ezt is látnunk kell. Tehát mindenki, ami azért drukkol, hogy ezek a pénzek ne jöjjenek, mert végre akkor az Orbánnak vége, vagy a lehetőségeink csökkenjenek, mert akkor vége az Orbán kormánynak, üzenetisztelettel Magyarországnak van vége, és a magyar állampolgároknak lesz nagyon nehéz helyzete közép-hosszú távon. Még akkor egy picit az EP választásokról kíváncsi vagyok a véleményére, mert ahogy már említette is, ugye Franciaországban, Németországban is azért az emberek úgy döntöttek, hogy nagyobb részt kerülnek most majd az Európai Parlamentbe, úgymond szuverenista erők, bár nyilván ez egy hosszabb elemzést és kicsit mélyebb elemzést igényeltne, hogy ez a szuverenizmus mit jelent akár a mi szempontunkból. Van reménye arra, hogy valamilyen szinten a szuverén álláspont, akár a migráció ellenesség, a konzervatív értékek nagyobb súlyban fognak helyet kapni az Európai Unióban, vagy pedig félő az, hogy ezek a képviselők úgymond domestikálódnak az ottani rendszerhez, mert be fognak kerülni egy olyan Európai Uniós rendszerbe, ahol minden arra van trenírozva, amit mi is itt látunk, tehát, hogy van egy központi hatalom, igazából ő dönt, bürokratikus, háttérszervezetek vannak, tehát, hogy azért nehéz ott ficánkolni, mozgolódni. Mire számít? Hát az élet már megadta a választ, megengedi, hiszen gyakorlatilag a néppárt úgy döntött, hogy összeáll a baloldali és liberális pártokkal, és gyakorlatilag szétosztották a pozíciókat. Tették ezt úgy, hogy egy, a parlament meg sem alakult, ugye a parlament megalakul, ez az első lépés. Utána megalakulnak a frakciók, ugye a frakciók megalakulását követően indul egyfajta konzultáció, hogy kikivel kíván politikai egységet alkotni, ami az létrejön. Utána megvannak a jelölések az a bizottságba, tanács irányába, ugye az adminisztráció irányába, amit a parlamentnek majd el kell fogadnia, és gyakorlatilag immár az új fölállás szerint lehet jelölni, vitatkozni, kompromisszumot keresni. És utána elfogadják. Nem ez történt. Hát nézze meg! Gyakorlatilag elosztották, most volt valami munkavacsora, vagy nem tudom micsoda, ahol arra predesztináltak mindenkit, hogy akkor fogadj el, hogy a néppárt megerősödött, nem csak azzal, hogy nem csökkent a benne lévő létszám, hanem azzal is, hogy a liberálisok és mit tudom, baloldali pártok zöldek odának. Ergo, bárki akar innentől kezdve új, mondjuk frakciót, szövetségrendszert létrehozni, teljesen fölöslegessé teszi ezt a folyamatot az, hogy eldöntetett a következő 5 év programja. Ugye ez megint egy iszonyatos álnokság, ha belenézünk és belegondolunk, hiszen a szavazók akaratát figyelmen kívül hagyta gyakorlatilag a mostani adminisztráció, ahogy ön mondja, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk és mit mondunk, mert nem befolyásolja azokat az elképzeléseket, amelyek ők jogosnak tartanak. És ugye mivel innentől kezdve nekünk, az 500 milliónak nincs talán beleszólásunk, mert mit tudunk csinálni? Hát megtettük a dolgunkat, ugye Franciaországban is megtették az emberek a dolgukat, Németországban is megtették, Belgiumban, mindenhol máshol, Magyarországon is tulajdonképpen. Most ehhez képest nem az lesz, amit ők jeleztek ezen keresztül, hanem továbbra is megy minden úgy, ahogy eddig volt. Ez egy nagy gazemberség, nem tudok más mondani. Én egy kicsit egyéni szinten is gondoltam ezt a képviselőkre lebontva, de igaza van ezekben az alkukban, ugye nagy pártcsaládok kapcsán is megnyilvánult ez. De arra gondolok, hogy amikor én beszavazok egy úgymond általam azt gondolt, hogy szuverenista képviselőt például az Európai Unióba, akkor ott mennyire tud ő ennek ugye megfelelni? Mennyire van az a nyomás például egy ilyen politikuson, hogy igenis, azt kell csinálni, hiszen ha látjuk ezt nagyban, akkor valószínűsítem én, hogy ez kicsiben is megjelenik. Abszolút igaza van, ezen gondolkoztam, hogy mit csinálunk egy ilyen képviselő, vagy mit csinál bárki, hazajövő és megveri? Most ilyen profánul fogalmazva, mert ugye 5 évig ő azt sem akar. Mi megválasztottuk, hittünk az ő szavában, megválasztottuk, majdnem azt csinálja. A Meloni ez volt, nem emlékszik rá. Ugye mondott egy mondatot a Meloni, az én megválasztotta, majd az ellenkezőjét csináltam, mint miniszterelnök. Hát én azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk beoltam most sem.
akkor Amerika még így a végére. Múlt héten itt járt Donald Trumpnak a fia, ifjabb Donald Trump, és Orbán Viktorral is tárgyalt. Állítólag olyan kérdésekről volt szó, mint az illegális migráció, az orosz-ukrán háború lezárásának a lehetőségei, illetve a jövőbeni magyar-amerikai kapcsolatok. Na most az amerikaiak szerint, vagy az amerikai jogszabályok szerint ez állítólag tiltott diplomáciai tevékenységnek is minősülhet, tehát lehet, hogy még otthon ifjabb Donald Trump felelősségre is lesz emiatt vonva. Viszont én azt kérdezném ennek a hírnek a kapcsán, hogy mit szól mindahhoz, ami Amerikában történik. Ugye azt figyelik, hogy Donald Trump eljön egy közép-európai kis országban, és itt miről és hogyan van szó, illetve nem régi hír, hogy Donald Trumpot több vádpontban is elítélték, és hát ott van Biden, akiről a G, tehát ezeknek a csúcsoknak a kapcsán is kikerültek újabb és újabb felvételek, amelyek azt mutatják, hogy abszolút valószínűleg alkalmatlan arra már, hogy ezt a kampányt is végig csinálja, de valószínűleg végig csináltatják vele, de nem, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyen. A másik esélyes jelöltet meg éppen börtönbe akarják zárni? Hát igen, abszurd és sajnálatos. Azért azt ne tagadjuk meg, hogy az Egyesült Államok történelme, és mondjuk az elmúlt 100 évre visszamenőleg, ugye az első világháborút megelőzően időszakig, azért nagyon sok pozitívumot is jelentett az emberiség számára. Azzal együtt, hogy nyilván a háborúban főszerepeket játszottak, és ez nem volt egy jó hír, vagy mai napig is. Tehát az, hogy groteszkét tették az Egyesült Államok tulajdonképpen alkotmányát, működési struktúráját, állami igazgatását és az elnöki hatalmat, amely egyedül volt képes az Egyesült Államokat egy nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hát egy bevándorló ország, hogy még profánabbul fogalmazzak, Afrikától, Európától, Afrikán keresztül, Dél-Amerikáig, mindenhonnan távol-keletig szívta magába azt a tömeget, mondjam így, amelyik ma az Egyesült Államok népét jelenti. Az indiánokon kívül nem volt más ugyanis korábban. Ezt egy módon lehetett összetartani, egy nagyon végiggondolt, központosított elnöki hatalommal. Azt is mondhatnánk, hogy Amerikában nem demokrácia van, hanem egy centralizált elnöki hatalom van. De jó, hogy az volt, mert ez jelentette annak a szimbolikáját, hogy mindenki egy irányba húz. Ugye gyakorlatilag a Trump megválasztását követően szétrúgták. Ugye emlékszünk rám, mentek az avargások, nem fogadjuk el, menjen innen is. De. Ugye ma ez már tovább groteszké vált, még inkább, ugye az, hogy egy szerencsétlen beteg embert próbálnak ott tologatni, akinek semmi más szerepe nem lesz, mint hogyha kihúzza novemberig, majd nagyon csúnyán, megválasztják, és utána az alelnököt kinevezik, bárki is lesz az, mert látható módon decemberben már nem fog tudni semmit se csinálni. Mondják, gondolják a demokraták is. Tehát ez megint átverése a világnak, a tömegeknek, a saját polgáraiknak. Az pedig, hogy a Trump fiú itt volt, és mit csinál a Soros fiú, és mit csinál a Biden fiú, és hova megy, és kik fogadják, és kik gazsulálnak neki, és kik fotózkodnak vele. Hát hadd ne kommentáljam ezt a történetet. Lát arra esélyt, hogy Amerika és Magyarország kapcsolata, ha mondjuk Trump lesz az elnök, akkor javul? Mert bevallom őszintén, egy picit az ember szkeptikusan áll ehhez a kérdéshez, már csak azért is, amit elmondott, tapasztaltunk már olyat, hogy jót vártunk valakitől, és aztán nem jót kaptunk. A másik kérdés meg az, hogyha már valaki benne van a hatalomban, akkor ott már nem biztos, hogy a saját szimpátiai alapján dönthet. Igen, mert mindig az a van, de azt kell mondjam, hogy nem tud nem javulni, mert most katasztrofális. Tehát innen csak, is lejjebb. Igen, ennél csak fölfelé van. Én azt gondolom és hiszem, hogy tudomásul véve, és szerintem azt a magyar kormány pontosan tudja, buta emberek ők, hogy ott egy nagy hatalom van, mi még egy kis közép-európai állam vagyunk, akinek azért van hangja, akinek van akarata. Az amerikaiak ezt szeretik, ezt én magam is tapasztaltam, mikor aktív voltam még annak innen hírszerzésnél. A CIA-vel is lehet úgy tárgyalni partnerként, ha azt érzik a másik félen, hogy tudja, mit akar, és azt el is fogja érni, függetlenül attól, hogy ki mekkora nagy országban érdekel. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a Trumpi üzenetek és üzengetések, és a mi törekvésünk arra, hogy egy jövőképet adjunk Magyarországnak, ebben van pozitívum. Nyilván egyetértve önnel, nem azt jelenti, hogy egyenlők lettünk, nem azt jelenti, hogy az lesz, amit mi akarunk, és sok szempontból Trump a hatalomban mást kell tegyen adott esetben, mint kvázi még a hatalom irányába haladó megválasztás előtt álló elnök.
Akkor még egy Trump kérdés, ha már itt tartunk, most ezt muszáj feltegyem, mert ez is egy nagy vita kérdés, és hosszú téma, tehát elég, ha röviden válaszol. Európai hadsereg. Ugye Trumppal kapcsolatban van az a félelem, hogy bezárkózó politikát fog folytatni, hogyha ő lesz az elnök külpolitikai szintéren. Valószínűleg a NATO-ban is hát valamennyire visszább húzza az amerikai támogatást, és inkább magára hagyja a többi NATO tagországot, hogy maguk fedezzék a saját költségeiket, erre ugye már az előző ciklusban is tett kijelentéseket, és sokan azt gondolják, hogy Európa így módon, ha nem is védtelenné, de sokkal inkább magára utaltabbá válhat a jövőben. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy egyetérte ezekkel a kijelentésekkel, és ha igen, akkor mit tud tenni Európa, ha nem akar európai hadsereget? Nézze, hadd kell mondjam, röviden válaszolok, reménykedem, hogy így lesz. Egyszerűen azért, mert az amerikai gyámság Európának nem jó. Ez az egyik. A másik, Európa nincs katonai értelemben veszélyben, sem Kína, sem senki nem akarja elfoglalni. És az amerikai gyámság csökken, akkor az orosz együttműködés lehetősége nő, amiről beszéltünk a interjú elején. Tehát Trump ezt nem fogja megtenni. Ezzel együtt azért nem fogja megtenni, mert az amerikai gazdasági érdekkörök és az amerikai gazdaság potenciális tényszerűsége, aztán Trump dönti el, hogy mi igen és mi nem, az megkívánja a nagyhatalmi pozíciót. És a nagyhatalmat leginkább, látható módon, Európában tudja gyakorolni. Nem lesz nagy változás szerintem. Nagyon szépen köszönöm Földi Lászlónak. Ja.